Nagyon szép napot mindenkinek, köszöntöm az érdeklődőket, az M3 autóparkban vagyunk, a kis balkész koncertoi, köszönt mindenkit ő is, meg én is, mi leszünk a háttérben, itt pedig hadd mutassam önöknek, ezt vagy nektek, akinek melyik tetszik, egy Hyundai i20-as fogunk megnézni, az autó 2011 és 7. havi járgány, egy 25-ös, 78 lóerős benzinmotor van benne, jó gumikat találunk az autón, és szép ilyen kis metál kék színű ötajtós autó, ami itt városban szerintem abszolút tökéletesen megfelel a kívánalmaknak, tehát kis helyen elfér, nem egy nagy autó, ugye, nem nagy motor van benne, alacsonyak a biztosítási tarifák ugye hozzá, nem kell sok adót fizetnünk, és azért szépen lehet vele autózgatni, van benne sok jó extra, ami mind biztonsági, mind pedig kényelmi funkciókat tekintve szerintem egy teljesen jó kis masina. Már is meg fogjuk nézegetni, hogy mit akarnak itt ezek a felszereltségek, meg ugye állapotok. Ez először is nem sokat futott kocsi, összesen 2 gazdája volt neki, az utolsó megdöbbentő 1939-es születésű hölgytől származik ez az autó. Persze ennek nyoma van, és ezt meg is tudjuk mutatni mindenkinek, aki szeretné látni. Tiszta lámpái vannak, egészségesek, kötfényszórók is vannak benne, azok is teljesen rendben vannak, és működőképesek. Itt látjuk az almás számot egyszer, az üvegezése zöld színű, a szélvédő is, és ugye az oldalüvegek is. Na és akkor itt van a motorja, ezt hallgatjuk, ugye ez egy csendes kis 16 szelepes benzinmotor, itt ketyerészik, van benne egy jó Energizer akkumulátor, kék folyadék rendben van, a kiegyenlítő tartályban rendben van a folyadék, szép ilyen kis zöld fagyáló van benne. Ezt pedig meghallgattuk, hogy így kell járni egy normális, egészségesen dolgozó motornak. Nézzük meg a csomagtartót, aztán belülünk az autóba. Téli mintázatú gumi van rajta. Ez biztos, hogy erre a szezonra nem kell kicserélni. Kinyitjuk a hátulját. Egy normális csomagtartó méret, ebbe egy nagy bevásárlás alkalmával elférünk. Illetve ha nem férnénk el, akkor itt le lehet dönteni, ott van két kis ilyen kis udi, azt föl kell húzni ezt a gombot, és akkor ledőlnek az ülések ilyen egyharmad, kétharmad arányban. Az autónak gyári eredeti ugye ilyen pótkerékszettje van, ami ugye még plusz tartozékként van itt még eljutófogyka, de jó lenne, meg tudnám fogni. Itt van alatta a keréke emelés, kocsi emeléshez szükséges összes szerszám, és látjuk, érzékeljük ott, hogy minden egészséges, teljesen rendben van a feneke a masinánknak. Nézzük meg a hátsó ülés sort, meg Kiri Concertot, hogy itt szépen belakasztja a kezét. Milyen ügyes, tényleg fantasztikusan dolgozik és segítkezik nekem a kollégánk. A kolléganőnk pontosan ezt én sem tudom. Az autóban Isofix van, függönylégzsák. Itt a jelzés, próbálom megmutatni. Ezen kívül ugye oldallégzsák is van benne. Hátul kézzel tekergetjük az ablakokat, elől pedig már is megnézzük. 2 darab elektromos ablakkezelő van. Már le is teszteljük azonnal. 1 darab, 2 darab. Ezen kívül itt is látjuk ugye a függönylégzsáknak itt az első aoszlopban lévő részét. Egy szuper kormány itt előttem, ami nincs megkopva. Ezzel tudjuk fölemelni a fenekünket. Az üléslapot lehet emelni. Itt van mellettem a szervizkönyve, a gépkönyve, Feri és Peti segítségével ez is ide került, illetve Concerto bedobta magát ide a forgalmazó által adott kis sárga mellény mellé. Itt vásárolták a járművet ennek a Hyundai Intercarnál. Itt is van különben a bélyegzője, 2011. 7.-28-ai a jármű. Ha belelapozunk, akkor látjuk, hogy egy végigvezetett szervizkönyves kocsi innen kezdődik. Amúgy lefotóztam, a fotók között megtalálható, és át lehet vizsgálgatni ezeket a tartalmakat. Végigvezetett 2019-ig 59 000 km-es koráig márka szervizes, szervizkönyves a járgány. Ugye 5-ös váltója van a kocsinak. Itt közép konzolon alul van egy AUX, iPod és USB csatlakozó, ez a gyári zenéhez tartozik, egy ilyen MP3-as gyári zene van benne. Közben elnézést kérek mindenkitől, ő megengedte, hogy ide kijöjjek, villog, pittyeg, mindent csinál, hogy kapcsoljam be magam, mindjárt meg is tesszük ezt.
mert ugye eljöttünk egy kis próbaútra, pont zöldre váltott az én lámpám, és azért jöttem el. Legalább ezt is tudjuk, hogy működik. Ugye a világítás be van kapcsolva, ugye látszik ez a kis zöld lámpa, 67 000, 0-0-8 km futású az autó. Bemegyünk itt ebbe a kis utcába. Igazán kellemes és könnyedén tekerhetős kormánya van neki, ugye állítható ez az oszlop magasság. Aztán ott a kilométer óra mellett van egy kis üres tér, ott az a 67 000 előtt, ott van egy ilyen kis lámpa, ami fölgyullad, hogy milyen sebességi fokozatot illendő lenne rakni, akkor lehet optimálissá tenni ugye az autónknak a fogyasztását, és akkor ez egy zsebbarát autózást feltételez majd, hogyha ezt így használjuk. Már is mutatom, tehát kettesbe megyünk, rájövök egy kicsit a gázra, majdan mutatja, hogy tedd már harmadikba, az a kis nyíl 3, és még jobban nyom a harmadikba, akkor egy idő után kiteszi, hogy 4 tedd már följebb, és akkor betesszük a negyedikbe. És ezt szépen lassan így be tudjuk tanulni, ezeket a hangok alapján, fordulatszemérő alapján, kilométer alapján, szépen ez össze fog rögzülni itt a kis fejünkbe, és megfelelő jó fogyasztásokat fogunk elérni, és természetesen ugye környezetbarátan fogunk közlekedni itt a utakon, mint vidéken, mint pedig ugye a városban. Mi szólhat benne? Semmi, nagyon jó, tudunk tekerni, valamit keresek nektek, hogy azért itt valami szokott lenni. Vagy pedig kevés a vendég. Kevés a vendég, na. Tehát szól a rádió is benne, azt is kipróbáltam. Még visszamegyünk, majd újra fogom indítani, megmutatom nektek. Ugye megvan az összes kulcsa, ugye kettő darab ilyen kis távirányítós kulcsa van neki. Ezzel tudjuk kezelni a kocsit. Nyitja, zárja az autónknak az összes ajtaját, hátsót, elsőt, mindent. Egyenesen áll a kormány, mint látjátok. Egyenesen megyünk. Nagyon könnyű kuplungos. Könnyen jönnek a sebességek. Csak így odébb toljuk, ide húzzuk, arrébb rakjuk, és már is ötödikbe megyünk. Nagyon finom kis 40-es tempóba, 1200-as fordulaton, és el is autózhatunk vele végig a telepig, mert hogy oda-vissza fogunk menni az M3 autóparkba. Itt fölül középen mutatja ugye a csatornát, mutatja, hogy hány óra van, meg ilyen kis komputer is van benne, mutatja, hogy A-trip, B-trip, ugye, hogy ki mennyit ment fel, a papa, mama esetleg külön használja. Ő ennyit használt, ő meg annyit használta, ezt a kis trip gombot kell nyomogatni, akkor változnak ott az adatok fölül. Ugye innen tudjuk bekapcsolni a manuális klímát, és akkor még egy ilyen visszafelét nézzétek csak meg. Sikerült egy hátamenetet. Égyni. Vissza is értünk, és akkor, mint mondottam, akkor leállítjuk, újraindítjuk. Égyni. Amúgy nagyon szép ilyen kék fény van mindenhol, majd levegy a nap, akkor sötétebb, akkor minden ilyen szép kis kékes háttéranyaga lesz neki, és a műszerfal is ilyen kellemes kékes árnyalatú lesz. Na, tehát akkor kivettem a kulcsot, bezártuk, kinyitottuk, villant a elakadásjelzőnk, ugye van itt ABS, ugye egy csomó minden lámpicska, ne törődjetek semmivel, egy a lényeg, ha ez kialszik indítás után az összes, akkor teljesen rendben van. Egy világít meg ugye a kéziféken, mint látjátok, behúzom, kiengedem, az a világít meg a világítás. Ennél többet nem tudtam nektek mutatni. Aki ettől többre kíváncsi, azt itt várjuk a kereskedésünkben, az M3 autóparkban. Itt lehet majd megnézni, kipróbálni, letesztelni, nézegetni a kocsit még, amíg el nem kelt. Köszönöm, hogy nyomtok egy ilyen jelet a videó végére. Iratkozzatok fel a csatornánkra, és találkozunk itt a kereskedésünkben, az M3 autóparkban. A viszontlátásra!